Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Quabla kis-szériás MAV ACBC fekvőhelyes kocsijának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Pár szó a nagyvasúti járműről. A MÁV akkori igényeinek kielégítésére 1985-ben készült a Dunakeszi járműjavítóban 12 darab vegyes kocsi osztályú ACBC sorozatjelű fekvőhelyes kocsi. A 3941-es középszámcsoportú eredetileg Győrben gyártott kocsik nagyelemes átépítésével. A 00-as pályaszámú kocsi kormányzati célú jármű volt, a többi 11 kocsi azonban már szabvány azúr színtervvel és belsővel lett ellátva. Az átépítés során módosították a kocsik alvázberendezéseit, a beltérben átépítették a fülkéket, amiket elláttak az első osztályon fülkénként 4, a másodosztályon fülkénként 6 lehajtható ágyjal. Kialakításra került a kocsi egyik végén a szolgálati fülke, és raktárhelység, emiatt módosult az ablakelrendezés mindkét oldalon. A 160 km/h sebességre alkalmas kocsik elsősorban nemzetközi viszonylatokon közlekedtek. A modell Tillig Sachsen modellbázisra készült, és itt nem csak egy átfestésről van szó. Maga a teljes kocsiszekrény új öntvény, aminek az alapját a gyártó első másodosztályú bázismodellek felhasználásával készítette el. A kocsiszekrényen az eredetinek megfelelően átalakításra kerültek az ablakok. A kocsi homlokfal oldalfal találkozásánál a gyártó elkészítette a győri kocsikra jellemző lenyúlást. A tetőn az eredeti kocsinak megfelelő kialakításban lettek elhelyezve a szellőzők, a kocsi oldalára pedig részmaratott elemből az eredetinek megfelelő rács került a légbeszívó nyíláshoz. A kocsi alatti alvázbetéten pedig prototípikusan leképzésre kerültek az alvázdobozok. Ezeknek a mérete, helye és típusa a kocsi gyártáskori állapotának megfelelő. A forgóvázak tekintetében az eredeti kocsin található rába helyett az alapmodell Görlitz 5-ös forgóváza található a kocsi alatt. A gyártó itt a gyári generátor helyett egy prototípikus generátorral látta el a kocsit. A kocsi belsejében kidolgozott festett berendezés található, itt a gyártó lekövette az eredeti kocsi elrendezését és külön kialakította a raktárhelységet és a szolgálati fülkét, amit bútorzattal is berendezett. Érdekesség itt a külön elemként elhelyezett hűtőszekrény, a fülkefalakra felhelyezett fali szekrények, illetve még a mosogató tálca is megjelenítésre került. A kocsi festése magas minőségű, a színhűségre nem lehet panasz. A maszkolások szépek, a festés egyenletes, sajánfényű az egész kocsin. Az általam vásárolt kocsi 4. B, 5. A korszakos, 1988-as REV dátummal rendelkezik, és ennek megfelelő feliratozással van ellátva. A feliratozás minősége első osztályú, még a legapróbb feliratok is élesek, jól olvashatóak. Érdekesség még a kocsi gyári táblája, ami maratott festett alkatrészként felhelyezésre került a feljáró lépcsőnél az alvászkeretre. A jármű futása az alapmodellhez hűen szép, könnyen gurul, centrikusak a kerekek, menet közbeni imbolygásnak nyoma nincs. A modell rövid kapcsoló kinematikával ellátott, más kocsikkal biztosan kapcsolható, a legtöbb fajta rövid kapcsoló használatával. Ez a kocsi típus széles körben alkalmazható olyan különféle nemzetközi vonatokban, mint amelyek például a Dacia, Nesebar, Mistral, Transbalkán és a Gondolire. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!